Visszavesszük a kerti almafát, a zöld erdőt, az ős magyar hazát, a fehér hajó nagyapát. 23. alkalommal rendezték meg a trianoni megemlékezést az emlékműnél. Mint elhangzott, a gyásznap a nemzet legnagyobb tragédiájára emlékeztet. Bognár Ignác, a Jobbik EGRI elnöke kiemelte az ország zászló felállításának fontosságát. Zagyva György Gyula, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom társelnöke úgy fogalmazott, a nemzeti oldalnak nagy feladata volt az elmúlt másfél évtizedben, hogy olyan tabukat döntsenek le a Kárpát-medencében, mint amely például Trianon kérdése. A mai napon majdnem minden településem, vagy minden komolyabb városban már van a nemzeti oldal által szervezett Trianon megemlékezés, azt mutatja, hogy ezt a munkát helyjel, közzel, de elvégeztük. És mi már hónapok, vagy már azt is lehet mondani, hogy évek óta azon törjük a fejünket, hogy mi legyen a következő lépés. Tehát most már nem állhatunk meg, tehát most már a következő lépcsőfokra kell lépni Trianon kérdésben is. A megemlékezésen kulturális műsor is volt. Elsősorban Vas Albert műveiből olvastak föl.